Sziasztok, én Áron vagyok, és ahogy Bettivel is ígértük, a két bahreini futam között jön az aktuális adásunk, amelyben Román Grozsán horrorisztikus bukását és a Halo, vagy más néven a Gloria szerepét fogjuk kibeszélni egyformás kollégánkkal, Kling Sándorral, de emellett azt is megpróbáljuk kideríteni, kinek kéne helyettesíteni a Lewis Hamiltont, aki elkapta a koronavírust. Túl vagyunk egy bahreini futamon, ahol az utóbbi évtizedek legnagyobb balesetét láthattuk, miután a Haas francia versenyzője Román Grozsán túlélte a túlélhetetlent, úgymond, és kisebb égési sérülésekkel megúszta ezt a pokoli balesetet. Az életmentésből jelesre vizsgázott Gloria, az utolsó ellenzőjét is úgy gondolom, hogy elnémította. Áron, te hogy látod ezt a helyzetet? Ez egy jó záró szava volt ennek a felvezetésnek, igen, tehát szerintem most már az összes ellenző, bíráló tényleg úgy tekint most már Glóriára, mint egy életmentő eszköz, illetve nevezzük hivatalos nevén ez a Halo, de szerintem a Gloria az valahogy tényleg, szerintem sokkal többet elmond ez a szó tényleg, tehát ez a Gloria, tehát az angyalok is tényleg Grozsánnal voltak, meg a jó Isten is. Nekem az a megfogalmazás tetszett nagyon az interneten, hogy Grozsán legyőzte a halált, illetve túlélte a túlélhetetlent. Tehát nem véletlenül használtuk mi is ezt a kifejezést itt a felkonfban. Hát én szerintem ides tovaly a 20-21 éve követem a Forma 1-et, de ekkora esést én még nem láttam. Tehát ez nálam abszolút a top 1-es szinten van. Tehát maximum tényleg a 60-as, 70-es, talán még a 80-as években voltak ezek a hatalmas, nagy kigyulladós, brutál balesetek. A mi korosztályunk szerintem ehhez nem szokott hozzá. Bennem például még a ehhez képesti legnagyobb bukás az talán a 98-as tömegbaleset volt még Spa-Francorchamps-on, a belga nagydíjon, meg Kubicának az esése 2006-ban a kanadai nagydíjon, de azok ehhez képest kisfájások voltak kis túlzással. Úgyhogy hát még mindig azt mondom, hogy tegyük össze a két kezünket, hogy Grozsán tényleg sértetlenül szállt ki ebből az autóból. Tehát egészen elképesztő bukás volt. Grozsán tényleg most a második szülinapját is ünnepli, úgymond az új életének a kezdetét, mert tényleg abszurd, hogy ebből a balesetből ennyi lett, hogy pár égési sérüléssel megúszta. Tehát főleg, hogy 210-220 km/h-val csapódott ugye a szalagkorlátnak, és nyilván ugye a Gloria mentette meg az életét. És ugye nagyon sok ellenzője volt a Glóriának, de úgy gondolom, hogy itt most már nincs kérdés, hogy a Glória az életet ment, és hogy mennyire hasznos ugye a pilóták feje fölött elhelyezkedő fejvédő funkciót mennyire tölti be, mert szerintem ez maximálisan 100%. Igen, és annak idején ezt még a Mercedes kezdte fejlesztgetni, mondjuk úgy, és hát akkor rengetegen kiröhögték őket, hogy úristen, mik ezek a megoldások, ilyen WC ülőke, meg WC deszkához hasonlították. És bevallom én is nyilván, amikor ezt a rendszert 2018-ban bevezették, hát néztem, hogy te jóságos úristen, hát ez így micsoda. Tehát én is bevallom, tényleg azt mondtam, hogy hát most az esztétika oltárán ezt feláldozni, ez egy nagyon nagy kár, de most már tényleg egyrészt megszokja az ember, ez ugyanolyan, mint a motorhang, hogy nyilván az emberek még sipítoztak 2014-ben az Ausztrál nagydíjon, hogy úristen, mi ez a porszívó hang, mi lett a fülsiketítő Forma 1-jel. Szerintem, aki szereti a Forma 1-et, ezt is megszokta, meg a Glóriát is megszokta. Most pedig főleg, hogy Grozsán életét ennek lehet többek között köszönni, hiszen nagyon sok egyéb tényező, nem mondom azt, hogy véletlen, inkább azt mondom, hogy tényező játszott szerepet abban, hogy Grozsán ezt a balesetet tényleg túlélte. És az az érdekes tényleg, hogy ő is mennyire megtért. Tehát valamelyik nap olvastam a 2017-es nyilatkozatát, hogy hát ez a Glory, ez undorító, miért kell elcsúfítani az autót, pilóták vagyunk, benne van az életünkben a veszély. És akkor utána tényleg a kórházi bejelentkezése, az rögtön kb. Erről szólt, hogy hát beismeri, ennek köszönheti az életét. És egyébként Max Verstappen is elmondta, ő is nagyon keményen bírálta a Glóriát. De Betty, szerintem van itt az adásban még egy ember, aki még nálunk is sokkal jobban tudja ezt a témát. A bahreini horror balesetet elszenvedő Román Grozsán is éles kritikát fogalmazott meg korábban a Gloria ellen, a kórházban most viszont azt mondta, hogy valószínűleg az életét köszönheti ennek. Hogyan védte meg ez az eszköz a francia versenyző életét? Ebben egyformás kollégánkat, a Red Bull Technologies szerkezeti elemzőjét, Kling Sándort kérdezzük. Szia Sanyi, üdvözlünk a műsorban! Sziasztok!
Korábban többen ugye maga Román Grozsán, vagy akár Niki Lauda is bírálta a Glória hatékonyságát. Lehet mondani, hogy az a baleset most végérvényesen azt bizonyította, hogy helye van az autókon, és valóban életet menthet a Glória. Igen, szerintem nem is feltétlenül a hatékonyságát bírálta Grozsán, hanem inkább azt, hogy hogy néz ki, és hogy elrontják a Forma 1-es autóknak a kinézetét, a hagyományait, meg minden, de hát már akkor is azért lehetett látni, hogy szükség van a fejlődésre, hiszen óriási a sebesség, nagyon veszélyes a sport, és senki nem szeretné azt látni, hogy komoly baleseteket szenvednek a pilóták. És hát ugye valamikor a biztonsági öv is egy olyan elem volt az autón, amit nem szívesen tettek be a pilóták, nem szívesen kötötték be magukat, és ma meg már ugye el se tudjuk képzelni enélkül az életünket. Szerintem a Glória is egy picit ilyen, tehát főleg ezután, a baleset után, mert korábban azért volt egy-két kisebb, vagy hát nem is annyira kicsi, tehát például Spában Leclerc-et védte meg egyszer, amikor ugye a Alonso átcsúszott az autó tetején, azért már akkor is látszódott, de az ennyire nem volt látványos, mint a mostani. És azt tudjuk, hogy mik ennek az eszköznek a technikai, fizikai jellemzői, tehát hogy miből készül, mekkora erőhatásnak áll ellen, vagy bármilyen szakmai, műszaki információ, amit meg tudsz velünk osztani? Ez egy fémből készül, bár megtévesztő, mert ugye általában kapnak kompozit borítást, sőt van, amikor ugye aerodinamikai elemeket is tesznek rá, de ez alapvetően ugye egy fém alkatrész, ami tulajdonképpen a három részén be van kötve, a vázon az összes bekötési pontot külön ugye méretezni kell, meg kell nézni, hogy ezeket az erőket, amik keletkeznek az FIA teszt során, ezeket az erőket kibírják, és ugye fönnmaradjanak a vázon, és ténylegesen meg tudja védeni a pilótát. Oké, és azt lehet tudni pontosan, hogy mekkora erőhatásnak áll ellen a Glória? Igen, ezt többfajta erőhatásnak vetik alá. Az FIA kimegy minden csapathoz, és laboratóriumban leteszteli különböző irányokból a Glóriát. Van olyan, amikor teljesen szemből terhelik meg. Egyébként itt ez egy 125 kilonewtonos terhelés, ugye ez durván 12,5 tonnát jelent. Ezt egyszer az egyik angol riporter úgy szemléltette egy ilyen kis modellautón, hogy tulajdonképpen egy londoni emeletes buszt elbírna a Glória, tehát tényleg bődületes erőhatásokat kibír, és természetesen nem csak előről, hanem oldalirányból is megvizsgálják, hogy megfelelő a teherbírása. Szerinted most ugye a baleset az tényleg így bebizonyította, hogy ez így életet ment. Lehetett volna valamilyen hátráltató tényező bármilyen esetben? Tehát mondjuk, hogyha a Grozsán autója felborult volna, nyilván a lehet volna kérdés, az ilyenkor már nem helytálló, csak mégis szerinted a Glória az lehetett volna valamilyen szempontból hátráltató tényező? Én azt gondolom, hogy ha nincs a Glória, akkor talán még jobban is el lehetne torlaszolni a pilótafülkének a kijáratát. Tehát, hogyha most egy nagyon extrém esetet nézünk, és belefúródik a rohóp, ugye az autó tetején levő kis csúcs a földbe, akkor tényleg nem tud kiszállni a pilóta. A Glória az viszont távol tartja a földtől, és valószínűleg azért jutott el az FIA erre a megoldásra, ugye erre a kicsit ilyen tangapapucs kinézetű megoldásra, mert ez, ennek tulajdonképpen három kijárata is van, tehát bármelyik oldalán van az autó, akkor is még két oldalon ki lehet menni, és ugye most itt szinte egy olyan szerencsétlen helyzet állt elő, hogy eltorlaszolt a majdnem a tetejét is, meg majdnem a jobb oldalát is a Glóriának a szallagkorlát, meg a föld, még akkor is a bal oldalon ki tudott volna szállni. Egyébként valószínűleg ez volt a nagy érv az ellen, hogy ne az a megoldás legyen, ami most végül, azt hiszem, az IndyCarba kerül be. Ugye ez a AeroShield, ami egy kicsit olyan, mint a vadászgépeknek a plexie, és ez tulajdonképpen
igen, ez így körbeöleli a pilótának a fejét. Van pro és kontra mind a két megoldásra, tehát például a masszaféle balesetet, amikor ugye egy rugó fejbe találta itt a Hungaroringen, arra kisebb eséllyel védené meg az ellen a Gloria a pilóta fejét, mint mondjuk ez az Aero Shield. De most úgy tűnik, hogy ez a Gloria ez nagyon jól vizsgázott, úgyhogy szerintem mindenki nagyon boldog lehet. 2018-ban bevezették a Glóriát, akkor így milyen véleményed volt erről? Nyilván sok tapasztalat még nem volt, de akkor így, hogy álltál ehhez a dologhoz? Én jókat nevettem azon, hogy például az egyik főtervezőnk az autójába a szélvédőjére fölragasztott egy szikszallagot, hogy próbálgassa, hogy milyen érzés így vezetni. Ugye a mérnöki tervezői megközelítése a problémának, hogy mennyire fogja zavarni ezt a pilótát a kilátásban. De egyébként nem változott sokat a véleményem. Ez nem mindenre igaz, sok mindenben változik. Ez pont ilyen, hogy akkor is pont úgy gondoltam, ahogy most elmondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy előre kell menni a korra, változnak a dolgok, és ahogy a biztonsági övet megszoktuk, a Glóriát is meg fogjuk szokni. És te így látsz arra a lehetőséget, hogy ezt az eszközt így a közeljövőben így továbbfejleszték, vagy kiegészítsék, vagy esetleg tényleg ezt a zárt pilótafülkét itt a Forma 1-ben is bevezessék, vagy nem tudom, hogy te ezt hogy látod így a baleset után? Valamiféle változás biztosan lesz, sőt arról hallottam is, hogy az FIA dolgozik már a Hubert-féle szörnyű baleset óta a szabályokon, mégpedig úgy, hogy azt vizsgálják, hogy ha Hubert egy Forma 1-es kokpitban ült volna, akkor túlélhette volna-e azt a balesetet, amit Spában elszenvedett. És ezeket a szabálymódosításokat már szerették volna 2021-re bevezetni, de ugye a koronavírus miatt ezt elhalasztották 2022-re, és simán lehet, hogy ezeket a szabálymódosításokat még ki fogják egészíteni valamilyen tapasztalattal, ami ennek a Grosjean balesetnek a vizsgálódásából majd kijön. Esetleg jövő héten szerinted Grosjean helyét kiveheti át? Hát erre nem én vagyok a legjobb ember, hogy megválaszoljam. Remélem, hogy tehetséges fiatal fogja átvenni. Oké, szuper, akkor Áronnal folytatjuk tovább. Köszönjük King Sándornak, hogy itt volt velünk és megosztotta ezeket a hasznos információkat. Én is köszönöm a beszélgetést. Akkor mi pedig folytatjuk a témát most Áronnal. Ugye Sanyi elég sok érdekességet elmondott nekünk a Glóriáról, de szerinted minek volt köszönhető, hogy Grosjean ezt a brutális balesetet túlélte Áron? Egyrészt a szerencséjének, nyilván mindenhez kell szerencse az életben, de szerintem itt hatványozottan. Tehát az, hogy Grosjean autója nem fordult át a becsapódásnál, tehát nem fejjel lefele állt meg mondjuk, az szerintem óriási szerencse volt. Tehát valamilyen szinten ez a korlát, ez a szalagkorlát most legalább pozitív dolgot tett, tehát megfogta ezt az autót úgy, hogy ne forduljon be Grosjean autója. Így a francia pilóta elmondása szerint is volt egy hézeg, egy rés, amin ki tudott mászni. Elmondása szerint harmadszorra sikerült kimászni az autóból. Ugyebár 28 másodpercet töltött a lángok között, ez így kimondva nem sok, de mondjuk ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor az ember a plank gyakorlatát csinálja, amikor egyébként alkarral tartja meg az egész testét, meg nyilván a lábaival, de az alkarján támaszkodik. És fél perc után egy edzetlenebb test azért eléggé elkezd már remegni, tehát borzasztóan, erre csak azt akarom mondani, hogy fél perc borzasztóan hosszú időnek tud tűnni tényleg. És hát nyilván ezeket az overallokat is nagyon jó anyagból, tűzálló anyagokból készítik, de ennek is köszönhető az, hogy Grosjeannak tulajdonképpen csak a kezén alakultak ki égési sérülések, illetve ha jól tudom, akkor még a bal bokája volt nagyon megdagadva. Ez is nekem feltűntött az élő adásban, hogy nincs rajta cipő, így néztem, vagy én vagyok a vak, de ma nem, tényleg, és tényleg nem volt rajta cipő, hát valószínűleg az ott a roncsba szorulva lehette a halálát, így a tűzmartalékában mondjuk úgy, de hát ez legyen a legkevesebb egy cipő, és az volt elképesztő, hogy tényleg minden a helyén volt Grosjean esetében, tehát az, hogy a
mentőautó, már úgy értem az orvosi autó, az tényleg ott volt, és ezt el is mondták egyébként, elmondta a mentőorvos, hogy hát nyilván ezért követik a autókat az első kör után, ezért mennek mögöttük az ilyen esetekre, mert lehet, hogy 10.000 alkalomból 9.999-szer nincs rájuk szükség, de hogyha szükség van, akkor tényleg jó, hogyha ott vannak. És a másik dolog az, hogy nagyon jól tették, hogy például a poroltóval, nyilván ezt a hatalmas tüzet nem lehetett eloltani, viszont arra jó volt, hogy Grozsannak egy ilyen kis menekülő útvonalat tudtak vele a lángok között képezni, és ezen a francia pilóta tényleg át is tudott jönni. A másik része pedig tényleg az, hogy gyorsan jött neki a segítség. Tehát azt gondolom, ez a néhány dolog, hogy ugye összejátszott, ez nagyon jó, hogy így alakult, illetve még talán az is, hogy a kormány sem akadályozta már Grozsant a kiszállásban, hiszen azt mondja, hogy el lehet képzelni, hogy ott a tűzben nem lát az ember szinte semmit, még akkor a kormányjal is kéne bíbelődnie, a kormány az valahol elrepült, szerintem azóta sincsen meg, ott a bahreini pályabírók kereshetik. Szóval tényleg Grozsán is összeteheti a két kezét, illetve ahogy az adás elején mondta, szerintem megünnepelheti a második születésnapját. Illetve az is igaz, hogy az FIA által bevezetett biztonsági szigorítások is nagyon sokat fejlődtek. Itt inkább szerintem azon kell majd elgondolkodni, hogy nem inkább esetleg a pálya körüli biztonsági zónákat kell átalakítani, tehát például egy ilyen szalagkorlát helyett lehet, hogy érdemesebb lenne egy betonfalat létesíteni, ami lehet, hogy szintén nagyot üt, viszont nem fog átszakadni semmiképpen se. Visszatérve az előző kis blokkunkra, én is úgy látom, hogy a bahreini szakmai stáb nagyon-nagyon jól vizsgázott, és tehát amellett, hogy Grozsannak szerencséje volt, tehát az, hogy nem vesztett el az eszméletét. Tehát konkrétan ugye ez mentette meg az életét, mert amúgy az égő autóban, a roncsban konkrétan az életét vesztette volna. Tehát ez a masszivitása ugye a szervezetének, vagy pont ez, hogy ez szerencsésen ütközött, tehát azért 220-230 km/h-nál az, hogy valaki nem veszíti az eszméletét, és ez a túlélési ösztön benne van, és kimenekül a roncsból, tehát tényleg ez brutális, tehát Grozsán saját magának köszönheti, úgymond az életét, én azt mondom. Neked persze ugye a bahreini gárda is ugye nagyon jól vizsgázott a mentés időszakában, a mentés közben, úgyhogy ez egy nagyon szerencsés kimenetelű baleset volt. Igen, te amit mondtál, ez is tök igaz, hogy ugye nem veszítette el az eszméletét, és tényleg ez a kulcs szó, ami hát egyébként itt a már sokat taglalt Glóriának volt egyébként köszönhető, ami mondjuk úgy, hogy felfogta ezt a hatalmas becsapódást, mert tényleg Grozsán szinte semmit nem lassult, talán ott egy ilyen 50 méteres féknyomot húzott maga után, tehát ott meg szerintem... Hát lassult valamit az autó, de nem eleget, tehát így is 220 km/h-val szakította át ezt az ominózus szalagkorlátot. Hát utána, nem tudom benned mi játszódott le, én néztem, hogy te jóságos úristen, az egy ketté szakadt Forma 1-es autó, és nekem az volt tényleg a megdöbbentő, ahogy az M4 Sport kommentátorai is nem... Lehet, hogy mind a ketten ugyebár versenyzői múlttal rendelkeznek, illetve ugyebár Mihalis Norbi még a mai napig is versenyez, de bennük is a döbbenet lett túl rá, tehát rajtuk is azt lehetett érezni, hogy ilyet még nem láttak. Azokat a szavakat, azokat nagyon nehéz lesz elfelejteni, amit tényleg akkor ott mondtak, az nekem egy ilyen, az nagyon libabőrös pillanat volt, de talán a legdurvább az volt, amikor láttam ezt a hatalmas lángtengert, és a lángok között egy ilyen fekete alakot láttam ott kézzel lábbal hadonászni, és aztán egyszer csak kimászott a Grozsán, és ez egy annyira így beleégett az ember retinájába, hogy ezt szerintem amíg élünk nem felejtjük, hát még Grozsán. Igen, és ez is felvet egy kérdést, ugye, amit pont Daniel Ricciardo mondott a futam után, tehát hogy mennyire volt az etikus, hogy a piros zászló alatt ugye folyamatosan ismételgették a Grozsános balesetnek a képsorait, és hogy ez mit keltett a pilótákban, milyen érzéseket a családtagokban, és hogy ez mennyire etikus valójában. Ugye Ricciardo ezt gyomorforgatónak és gusztustalannak nevezte. Egyébként én osztom ezt a véleményt, valóban nagyon-nagyon a határmesén mozgott, hogy ez mennyire fér bele. Igen, itt igazából azért sem értem, hogy miért kellett ezt a helyszínen ennyiszer közölni, mert nem voltak nézők. Tehát, hogyha lettek volna a helyszínen nézők, amit most nyilván a koronavírus miatt nem lehetséges, akkor még talán valamilyen szinten megértem, hiszen a szurkolók is csak a pálya egy bizonyos pontját láthatnák be egyébként az adott létesítményeknek. Így viszont az óriás kivetítőkkel tényleg szinte a tévénézővel megegyező információval rendelkeznek.
Viszont ezúttal én szerintem ettől meg lehetett volna kímélni a Forma 1-es családot, mondjuk úgy, szerintem tényleg egy nagy család. Az nagyon rossz volt látni, hogy tényleg a Racing Pointosok zokognak, a házasok zokognak, a pilótáknak a tekintetében lehetett azt látni, hogy nincsenek ott, tehát nincsenek ott a pályán jelen pillanatban, tehát nem tudnak fókuszálni a feladatukra. Főleg például Magnussennek volt a tekintetében olvasható, hogy fú, azért ezt tényleg hazaküldte őket nagyon komolyan, és teljesen megértem egyébként Ricciardónak ezt a fajta kifakadását. Nyilván ezt lehetett volna másképpen is tálalni, de az alapvető gondolataiban abszolút igaza van, és osztom őket. Lehet, hogy ennek az ügynek egyébként lesznek majd folytatásai is. Ahogy szerintem, visszatérve itt a biztonsági előírásokra, azokban is mindenképpen várhatóak majd fejlesztések, de ahogy itt elmondtam, szerintem inkább a pályák kialakításában, illetve a védőzónák kialakításában lehet majd változásokat elérni. Például itt ezen a vitatott szakaszon én sokkal inkább élhetőnek tartanék egy Tech Pro falat, tehát nem gumifalat, hanem inkább egy Tech Pro falat, amiben sokkal egyszerűbben ki lehet venni az összeroncsolódott autót, illetve sokkal jobban tudja elnyelni az ütközés energiáját, mint mondjuk egy szalagkorlát, egy betonfal vagy egy gumifal. Nyilván nem én vagyok a szakember, ez egy laikus vélemény, meglátjuk, hogy majd tényleg a jövő évi Bahreini pályán, azon az ominózus szakaszon milyen biztonsági felszereltség lesz. De tényleg azt, amit az FIA az elmúlt mondjuk úgy 20-30 éve művel, az tényleg megsüvegelendő, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Ayrton Sennának, illetve Ratzenbergernek a halála óta az FIA tényleg próbálja a minimálisra csökkenteni a kockázatokat. Nyilván hát autósportról beszélünk, ami mindig veszélyes. A múlt héten megkoronázott világbajnok ezúttal egy jóval gyűlöltebb koronát is kapott. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton ugyanis elkapta a koronavírust. Így a most következő Sahiri nagydíjat egészen biztos, hogy ki kell hagynia, míg az egy hét múlva rendezendő idén záró Abu Dhabi nagydíjat pedig valószínűleg ki kell majd hagynia. Ki helyettesítheti a brit versenyzőt? Van egy pár név a pakliban. Hát Betty, te például kit látnál nagyon szívesen Lewis Hamilton megüresedett helyén Valtteri Bottas csapattársaként? Ugye kézenfekvő megoldás lenne Stoffel van Dorn, a tartalék versenyzője a Mercedesnek, viszont sokan ugye mondják, hogy ennél még jobb döntés lehetne George Russell. És én egyébként George Russellt látnám szívesen, csak ugye őt a Williams köti, és nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető, hogy ő átgorjon így egy-két futam erejéig ugye a Mercedeshez. Én örülnék Russellnek, szerintem most már úgy megérdemli, hogy egy vezethető autót is próbálgathasson, mert ez a Williams így egy-két éve már nem, tehát ne éppen azt nyújtja, amit úgymond Russell megérdemel. Nem tudom, hogy miben jött van a Williams-el, teljesen jó csapat, legutolsó helyen áll 0 ponttal, tehát nem tudom tényleg, hogy milyen kivetni való van ebben a társaságban, de viccet félretéve, amúgy telibe találtad, mert én is kb. Ezt a két pilótát mondanám. Nyilván emlékezzünk még meg Esteban Gutierrezről, aki elméletileg a Mercedesnek a tartalék pilótája a másik Stoffel van Dorn mellett, de hát Gutierrez olyan régóta nem vezetett Forma 1-es autót, hogy már nincs is szuperlicensze, tehát van egy kis probléma, hogy 300 kilométert neki azt hiszem vezetnie kéne Forma 1-es autót, ami hát most nem igazán fog szerintem létrejönni. Egyébként sem hagyott Gutierrez nagy nyomot a Forma 1-ben, tehát ilyen Giovinazzi magasságban tudom őt nagyjából helyezni így a Forma 1-ben, amit letett az asztalra, mondjuk úgy. De van Dorn is egy érdekes pilóta, mert emlékszem, amikor annak idején még Alonso helyére ugrott be, aki, még talán 2016-ban, de erre most nem esküszöm meg, ugye bukta azt a hatalmasat Ausztráliában, éppen Gutierrezzel akadt össze, de 2016 lesz az a Haasnak a legelső debütáló futama, és ott van Dorn ugrott be a McLarenbe, és szerzett is egy pontot rögtön az idényitón, pont Bahreinben, tehát elég érdekes összecsengések vannak, de utána úgy megcsömörlött az ő karrierje, pedig egy istenadta nagy tehetségnek volt kikiáltva, és hát a nagyon sokak által lesajnált Formula E-ben talált vigaszt, mondjuk úgy, ahol most a Mercedesnek a járgányát tesztelte Valenciába, és onnan ugrik majd át Bahreinbe, vagy már lehet, hogy ott is van, ezt nem tudom. De ő ellene is talán az szól, hogy azért régen ült Forma 1-es autóban, meg azon sokat mondó volt, hogy amikor például a brit nagydíjon is, illetve 70. évforduló nagydíjon, ugye kellett a Racing Pointnak is egy pilóta, mert a koronavírus fertőzés miatt ugye Perez kiesett, hát nem van Dornra esett a választás a csapatnak, hanem Nico Hülkenbergre.
Tehát, igen, pont ezt akartam mondani, hogy a 2020-as Joker pilótát is sokan említik, hogy Nico Hülkenberg most is beugorhatna. Hát, nem tudom, mennyi esélyt látok rá, nem sokat. Hát Hülkenberg szempontjából az a probléma összevetve még Fandornnal, hogy oké, hogy vezetett aktuális autót, nem is egyszer, meg talán jobban benne van a lábában a Forma 1 bugi, mondjuk egy ilyen furcsa hasonlatot, de egyrészt semmi köze nincs a Mercedeshez, azt leszámítva, hogy mondjuk a srác német, de magával a gyártóval, a céggel semmilyen kapcsolata nincs. Fandor meg mégiscsak tényleg a Formula E-ben együttműködik a csillagos márkával, illetve némi kötődése tényleg van a Mercedeshez, viszont tényleg az ellene szól, hogy nagyon régült Forma 1-es autóban, mennyire lehet gyorsan elsajátítani ennek az autónak a vezetését. Arról se feledkezzünk meg, hogy például ezeknek a pilótáknak teljesen más az ülő pozíciója, mint mondjuk Hamiltonné, tehát egy új ülést kell kiönteni, ez is idő, és szerintem azért Hülkenberg adatai méretei sokkal hamarabb válnak elérhetővé, akárcsak hogy a Racing Pointtól elkérik. Lehet, hogy ott is van például egy ülés, nem tudom, nyilván ebben nem látunk bele, hogy mit tudnak a csapatok ilyenkor egymás között leboltolni. De ez egy érdekes kvartett lehet már, akik közül kerül ki. Inkább triót mondok, mert Gutierrezt ne vegyük ide. Tehát én szerintem vagy Hülkenberg, vagy Russell, vagy pedig tényleg Fandor lesz majd a befutó. Igazság szerint a három közül én is talán Russellnek örülnék a legjobban, mert Hülkenberg valahogy nekem mindig, tudod, az a srác volt, akiben úgy még várod még azt a pluszt, hogy na igen, de mindjárt kijön belőle, mindjárt jön az a plusz, és nem, csak nem akar kijönni. És egy idő után úgy le is teszel róla, hogy ez valaha átszakítja azt a gátat, úgyhogy talán Russell lenne jó, hogyha ezt az ülést megkapnál végre. És egyébként most több kérdésre is választ kaphatunk a következő két futamon. Én azt gondolom, hogy most megláthatjuk, hogy Bottas mennyire jó, illetve azt, hogy valóban Hamilton mennyire jó. Tehát, hogy azt az autót más is, hogyha vezeti, akkor mit tud belőle kihozni, és itt azért láthatunk majd jó kis statisztikákat, én úgy gondolom. Persze, jó, először vezetik majd akár Russell, akár Fandor, de azért így, nem tudom, leszűrhetőek majd dolgok. Hát itt említetted, már nem tudom visszaidézni, hogy Bottas, hogy jó, hát Bottas nem jó. De majd kiderül. De igen, egyébként az nagyon megalázó lenne. Tehát gondold el azt, hogy a nagyfőnök agyonvert téged az év második felében, és akkor utána jön majd még egy idézőjelbe jött-ment srác, és még ő is elnyom. Tehát hát nem lennék Bottas. Az, amit most is egyszer leművelt ezen a futamon, tehát hogy nézem a rajtját, már meg se lepődök. Tehát ötödiknek, hatodiknak fordul. Nem, tehát nem vagyok hajlandó felhúzni magamat Valtteri Bottason. Most már ott tartok. Tehát egyszerűen kiábrándító az a srác, amit művel tényleg. Na mindegy, meglátjuk. Az biztos, hogy két érdekes és relatíve tényleg izgalmas futamunk lesz, és azt valóban most be lehet bizonyítani, hogy ezzel a Mercedes-szel valóban mondjuk 10 pilótából mondjuk 8 tud-e futamot nyerni. Ugye ezt szokták fölróni Hamiltonnak, amikor ugye sorra nyeri a WB címét, hogy ezzel a Mercedes-szel bárki világbajnok tudna lenni. Hát majd most meglátjuk, mert azért nem lesz egyszerű egy ilyen autót szerintem elvezetni. Bottasnak meg tényleg a maradék nanométernyi vagy nanocentiméternyi kis respektjét kéne valahogy megtartani a csapaton belül, meg az önbecsülését. Mert hát ez így is padló alatt van, hát gondolja, mi lesz, hogyha mondjuk egy Russell megveri őt. Hát, ha most tud egy kicsit villogni, hogy egyedül lesz, mint falka vezér a Mercedesbe. Igen, csak tudod, azt remélem, mondjuk, hogyha meg is nyeri ezt a Sahiri nagydíjat a most hétvégén, nehogy előadja azt, hogy a kritikusainak megint beszól, hogy na látjátok, én ezt meg azt tudom, mert hogy a nagyfőnök nincs itt. Tehát így nagyon egyszerű futamot nyerni. Én ezzel röhögtem, amikor az orosz futamot óriási mázlival megnyerte, hogy akkor Hamiltont többször is megbüntették azon a versenyen, és hát a finnek így sikerült nyernie. És akkor még neki állt följebb, hogy na, a kritikusokat elhallgattattam, most nem fogok csúnyát mondani, mert nem akarom szó szerint idézni Valtteri Bottas nyilatkozatait. Hát nekézzük ennyire szerintem Bottas, most hát a kicsit így lemegy róla a nyomás, és tud egy jobban tud majd fókuszálni a futamokon. Hát figyelj, kívánom neki, mert ennél lejjebb már úgy sincsen neki, úgyhogy majd meglátjuk tényleg, hogy Valtteri Bottas mire lesz képes. Na de tényleg azon gondolkozzunk még el, hogy mondjuk tegyük fel, hogy Russell ül be ebbe a Mercedesbe. Szerinted mire lehet képes? Tehát ő például, az az érdekes statisztika vele kapcsolatban, hogy amióta ő a Forma 1-ben van, még soha nem kapott ki időmérő edzésen az aktuális csapattársától. Pedig volt itt azért egy Robert Kubica, nem is olyan régen még a csapatnál, most pedig ugyebár a kanadai Nicolas Latifit
gyepálja el. Azért az egy szép skalp lenne, hogyha Bottast is meg tudná verni, aki azért az időmérőkön egész közel tud lenni Lewis Hamiltonhoz. Na tessék, tudom én őt dicsérni. Hát ugye a szabad edzéseken nyilván tud egy kis tapasztalatot, egy kis gyakorlatot szerezni az autóvezethetőségével kapcsolatban, meg technikai információkat gondolom a mérnökökkel úgymond meg tudja beszélni, viszont én úgy gondolom, hogy ez nagyon kevés idő lesz ahhoz, hogy összeszokjon a Mercivel és az autóval. Úgyhogy én nagyon meglepődnék, hogyha Valtteri Bottast megverné, hogyha megveri, akkor még egy kézi Bottast, nem tényleg, de hát nem tudom, meglepődnék, hogyha Russell verné Bottast. Ez inkább egy jó ajánló levél lehet az elkövetkezendő pár évéhez, én úgy gondolom. Tehát, hogyha itt jó teljesítményt mutat, akár Bottas mögött érkezik be, vagy egy-két másodperces hátránnyal, az már egy egész jó kis referencia levél lehet a számára. Például 2022-re, amikor már lehet, hogy Bottasnak nem fogják meghosszabbítani a szerződését. Viszont arra tényleg jó lehet, és ez tök jó, hogy mondtad, hogy lehet, hogy például Bottasnak egy jó hátvédje lehet majd, mert hogy ugye Verstappen most már, hogyha jól emlékszem, csak 9 pontra van tőle a bajnoki összetettben, ami a második helyért való küzdelmet illeti. Nyilván nem tudom, hogy Bottas, illetve Verstappen mennyire motiválja az, hogy Hamilton mögött a második helyért harcolhat, de azért szerintem Bottasnak tényleg fontos lenne az, hogy Verstappen se verje meg, mert az már tényleg ciki, hogy egy bajnok autóval azért egy Red Bull meg tud engem verni. Nyilván ezt próbálja majd meg Bottas elkerülni, aki láthatóan megint nagyon mélyre került ebbe az évben. Tehát egyébként ezt mindig előadja a filmpilóta, tehát általában erősen kezdi a szezont, de az év felére kipukkat. Tehát szerintem Bottas akkor lenne igazán bajnok esélyes, hogy még 5 futamból állna a világbajnoki cím, mert arra fent tudja tartani azt a fajta koncentrációját. Úgyhogy több szempontból, illetve több pilóta számára is ezek utolsó 2 futam még nagyon érdekes lesz, illetve több szempontból is tétre megy majd, úgyhogy nagyon érdekes lesz ilyen szempontból is figyelni a Sahi, illetve az idén záró Abu Dhabi nagy díjat is. Te látsz arra például esélyt, hogy Hamilton a szezon záróra visszatérjen mondjuk? Ez jó kérdés, attól függ, ugye, hogy alakul az egészségügyi állapota, illetve ugye a bahreini szabályokra, járványügyi előírásokra vonatkozóan, ugye ez a 10 napos karantén szabály vonatkozik most Hamiltonra, ami egyáltalán nem garantálja azt, hogy ő Abu Dhabiba már részt tud venni, még hogy a 100%-os egészségügyi állapotnak örvendés, ugye 2 negatív koronavírus tesztet kell produkálni ahhoz, és ez ugye csütörtöki napot jelenteni, hogy elhagyhatja ugye Bahreint, és ez azért nagyon-nagyon necces. Én amúgy nem feltétlenül látok rá esélyt, hogy ő ott lesz, viszont Hamilton, mint tudjuk, ugye a szerencse fia, tehát hogy a 7. világbajnoki címét megszerezve lett koronavírusos, és lehet, hogy tényleg pont megint a szerencse a kezére játszik, és Abu Dhabiban még egy futamgyőzelemmel búcsúzhat a szezontól. Egyébként láttam ilyen kommentet, ezen jót röhögtem, hogy kiderült, hogy koronavírusos top komment volt nálam. Még így is dobogóra fog állni. Szerintem ez tényleg ez mindent elmond erről. Abszolút, így van. Hát igen, de így elmondta ezekben, egyébként most bele se gondoltam, de épp ezekből kifolyólag tényleg valóban meglepő lenne, hogyha Abu Dhabiban ott tudna lenni a világbajnok. És tényleg, amit mondtál, még egy olyan forgatókönyvet megnéztem volna, hogyha mondjuk nem lenne még világbajnok, hanem tényleg Abu Dhabiban dőlne el, és nem tudna ott lenni. Tehát ez azért milyen egy komoly hollywoodi forgatókönyv lenne tényleg. De hát sajnos, inkább azt mondom, hogy nem sajnos, de nem így alakult ez a világbajnokság, ami egyébként egy egész furcsa évad, mert oké, hogy Hamilton leuralta, mondjuk csúnya magyarsággal, de voltak itt ilyen érdekes futamok, érdekes jelenetek, meg tényleg érdekes történetek, illetve hát az is érdekes lesz majd, hogy tényleg Bottas mellett mely pilótának lesz majd esélye futamot nyerni. Mire ez az adás kikerül, szinte biztosan tudni fogjuk már, hogy kiugrik be Hamilton helyére, illetve a következő adásra azt is tudni fogjuk, ki nyerte a második bahreini, vagy ha úgy tetszik az első szahíri versenyt. Bettivel ezután a futam után jelentkezünk újra. Gyógyulgass Roman, gyógyulgass Louise, kedves hallgatók, sziasztok! Sziasztok!